Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 9-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ezen a képen látható a 8-as szám. Az mindig egy olyan húzavonára utal, ahol egy kiutat keresünk. Ebben az esetben ő keres most egy kiutat. Az érmék utalnak az anyagiakra, a munkájára, lehet, hogy új munkahelyet keres, de mutatják a belső értékeket is. De ő nem tudja, hogy ő mennyire értékes, vagy az ő munkája mennyire értékes, pedig szorgalmas, csinálja a dolgokat. Arany van a kezében, de ha megnézzük ezt a képet, akkor látható, hogy a keze alatt, az arany alatt fa szilánk van. Tehát ő nem az aranynak a tudatában van, hanem úgy érzi, mintha egy mester lenne és fa lenne a kezében. Az lehet, hogy nem becsülik meg a munkáját, vagy nem értékelik őt, pedig szorgalmas. De olyan szerény, olyan visszahúzódó, inkább szolgál másokat. És gyakran ezt kihasználják. Pedig meg kellene nézni azt, mi van a kezében, hogy mennyire értékes, és a háttérbe tekinteni, az a szabadidő. Kellene, hogy magával is foglalkozzon, vagy kellene számára a pihenés, a szabadidő. Most megtekintjük az ő érzelmeit. Ezen a képen láthatunk egy főpapot, aki esküszik valamire. És ez az igazság. Ti hihettek az ő szavaiban, mert ő az igazságot mondja ki. Amit még ez a kép jelent, az a hite. Ő hisz magában, a munkájában, a jövőben, hisz benned is, és hisz a jó Istenben, hisz a jövőben, hogy minden jóra fordul. A következő kártya azt mutatja, hogy mit közöl veletek. Ezen a képen látható egy királynő, és ez a királynő uralkodik a levegő eleme felett, utal a könnyűségre és a kommunikációra. Vagy te szeretnél beszélni vele, és tudni akarod az igazságot, előfordulhat, hogy ő mondja neki most sok a dolga, és te bizonytalan vagy, mert nem hiszel a szavaiban. Az is lehet, hogy ő szeretne valamit közölni veled. Fontos a beszélgetés, és így kiderül az igazság. Amit még ez a kép mutat, tedd át magad a félelmeken, a bizonytalanságokon. És most megtekintjük a napi kártyát. Ez a ravasz róka utal hamisságokra, hazugságokra, vagy lopásra, becsapásra, tehát legyetek óvatosak. Azt is jelentheti, hogy ez a férfi közöl valamit, mint például, hogy most nincs ideje, sok a munkája, és ti nem hisztek ebben, vagy valaki befolyásol benneteket, mert mondja azt, ő hazudik, ne higgy neki. Holott a főpap mutatja azt, hogy ő esküszik arra, hogy kimondja az igazságot, és tényleg így van. Vagy az ő környezetében van valaki, aki hazudozik neki. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást,
A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ezen a héten van egy nőnapi kedvezmény, mégpedig egy kirakás, a belső istennőd, így hívom ezt a jóslást, és hozzá asztrológia, fele áron 8500 forint helyett 4250 forintért. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!